Nem csak a tanév, hanem a tanévhez kapcsolódó iskolai bozsik program is a végéhez közeledik. Ez az a program, amelyben kizárólag azok a gyerekek jutnak rendszeres futballélményhez, akik nem tagjai iskolán kívüli futballcsapatnak, azaz nem igazolt játékosok. Püspökladányban évek óta valamennyi általános iskola, valamennyi korcsoporttal részt vesz a programban, ami igencsak népszerű a gyerekek körében. Ebben a tanévben nem kevesebb, mint 36 csoport működött városunkban, s ezekben 10 csoportvezető irányítása mellett 419 gyermek kergette a labdát. Az úgynevezett körzeti tornákon ősszel, télen és tavasszal is minden korosztály minden csapata ott volt, s összesen mintegy 250 mérkőzést vívtak meg egymással. Ezeken a meccseken természetesen nem az eredmény a legfontosabb, de köztudott, hogy minden gyerek szeret nyerni, így igazi presztízs csaták zajlottak az iskolák csapatai között. A programnak köszönhetően minden tornán minden gyermek üdítőt és energiapótló csokoládét kapott, míg most a program zárásaként egy-egy rendkívül szép érem is a nyakba került. Mindemellett a kiemelkedően teljesítők a tanév végén még külön díjban is részesülnek, amelyeket általában ünnepélyes keretek között szoktak megkapni.